Márai Sándor, halotti beszéd. Még azt hiszed, élsz? Valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól. Ne szóljon ajakad. Egy másik nyög. Nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög. Megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől miért. Vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román, most hallgass és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A rádióaktív hamu. Mindent betemet. Tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen. Tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Nem ukkanj, mikor a bossz megszámolja a fogad. Szorongasd még a bugyrodat, kincseidet, szegény. Emlékeid. Egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenyefáit. Mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet. És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet. És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk. Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk? Íme, por és hamu vagyunk. Az imént művész úr által felolvasott Márai Sándor halotti beszédet emigrációban írta, mert Magyarországon bezúzták a könyveit. Az udvari zeneszerzőkkel szemben az udvari költők ritkán alkottak maradandót. A legnagyobb magyar költők viszont sokszor ellenállók, lázadók voltak, elég csak Petőfi Sándorra gondolnunk. És sokszor sajnos a magyar állam által üldözöttek is voltak, mint például Radnóti Miklós vagy Faludi György. Van tehát mit törlesztenünk azoknak, akik a magyar irodalom csillagát magasra emelték. De nem csak a múlt emlékének ápolása fontos, hanem az is, hogy megbecsüljük a kortárs tehetségeket is. Azokat az embereket, akik a TikTok idejében is hisznek a papírra vagy számítógépre vett szóban. Rengeteg tehetséges írónk, költőnk van ma is, akiknek meg lehet venni a könyveit, akiket követni lehet Facebookon, akiket érdemes olvasni. Olvassunk tehát magyarokat. Ne hagyjuk, hogy elrohanjon mellettünk a világ szépsége. Ha valamiben, a tudományos sikerekben és művészetekben nincs szégyenkezni valónk a világ egyetlen más országával szemben sem. Legyünk tehát büszkék a magyar költőkre. Legyünk büszkék a magyar költészetre. Megérdemlik, és mi is megérdemeljük, hogy olvassuk őket. Olvassuk őket. Köszönöm, hogy eljöttek. Ja.
Én is felolvasnék egy rövid részletet Máraitól, Mikó utca címmel. Szerettem azt a sorgesztenyefát, azt hittem építek itt valamit, és erős kulcsra csukom le, és öles zárakkal zárom el, és játszhatom az életem. De aztán elröhögtem az egészet, néztem, és nevetni kellett. E bús fontoskodásom, mi ez? Én a földön csak homokra építek mindenfelé, és mást nem is akarok. Csak élni borotválatlan, sötét szobákban ébredni fel, és sokáig nem mozdulni, hallgatni, egyedül skandálni szavakat, kíváncsian piszmogni valami munkán, ami felesleges. Azóta élek itt megnyugodva, és tudom, hogy holnap is indul vonat valahova. Se ágy, se asztal nem köt, és nincsen kacsaláb, amin váram elforoghat-e földön, és nem értem azt se, hogy a telefon nevemen áll a könyvben, és elhiszik. Még annyit a séta elején szeretnék elmondani, hogy itt, ahol most állunk, ugye a Mikó utca 2 szám alatt állt Márai Sándornak a háza, ebben a házban volt a lakása. Na most, amiket végig fogunk járni, egy része, az épület maga már nem létezik. Ezt önök nyilván krisztinai polgárként pontosan tudják. Szóval ezek az épületek, ez is, és a Tábor utcai megállónk, a Kosztolányi Dezsőnek a háza, ahol állt, az ma már nem létezik. Lebombázták 45-ben mind a két épületet, de én azt gondolom, hogy a Logodi utcának a szelleme, ugye sokszor szokták ezt irodalmi sugárútnak nevezni, rengetegen laktak itt a nyugatosok közül is. Én azt gondolom, hogy ennek a helynek valami olyan egészen kivételes varázsa van, hogy önök nagyon szerencsésnek érezhetik magukat, hogy itten a városnak ebben a szegletében lakhatnak. Én ugyan a szomszédvárból, a második kerületből jöttem ide, de itt tanítok a Petőfi gimnáziumban, és hát nagyon nagy élmény nekem is járni ezeket az utcákat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kezdjük is el a sétánkat, abba az irányba fogunk elindulni. Tehát itt vagyunk a Logodi utca sarkán, a Logodi utca 1 szám alatt. Itt volt Kosztolányéknak az első lakása, egy családi házban albéreltek itt. Kosztolányi ugye 30-as évei elején jár, és hogy azért akkor még egy költő, jó rendben, egy középrétegből, egy polgári családból származó költő volt, de hogy azért Budán egy családi házat meg tudott magának engedni. Szóval azért ez nem semmi, én azt gondolom, még akkor is, hogyha tényleg egy ilyen felújítandót, most nem vagyok benne biztos, hogy egy kortárs költő ezt meg tudná engedni magának, de nem feltétlenül keseregni szeretnék ezen a mai alkalmon. Innen jól meg lehet nézni ezt az épületet, és akiről én itt beszélni szeretnék, az Klíma Ilona. Most az ő neve így nem biztos, hogy sokat mond, kivéve talán a magyar tanároknak. Ő volt Juhász Gyula egyik megmentője. Ő egy felvidéki mérnök családból származott, és aztán, tehát ő, ahogyan én utána olvastam, volt egy ilyen társaság, az Ipar utcai fiúk, Detre János, Balázs Béla, Eisner Manó, és hát Juhász Gyula, akik rajongtak ezért a fiatal lányért. Sajnos ő viszonylag hamar meghalt, 30-as évei elején morfinista lett, és aztán Juhász Gyula így ír róla a nekrológiában. A Logodi utca holdfényében, a gázlámpák sárga-zöld fislogásában, távoli elhaló zenékkel az ifjúságom legszomorúbb és legszebb napját idézi most. Egy nőre gondolok, akit költők daloltak, meg énekesek szerettek, és aki egy napon a Lánchíd karfájáról hívott vissza engem az életbe. Az életbe, amelyet ő nemrég önként itt hagyott. Ili hercegnő, fiatal szívünk doktora, a távoli elhaló zenékkel hangott bársonyát hozza felém az emlékezet. Hát úgy fejezi be ezt a nekrológot, mint hogyha egy Juhász Gyula verset olvasnánk, és hát azért én azt gondolom, hogy itt ez az épület is egy olyan hihetetlen, hogy ez így meg tudott maradni, és én azt gondolom, hogy az a remény, hogy ez a fiatal nő esetleg hát nem csak a költészete iránt érdeklődik Juhász Gyulának. Na hát ez az a vörös téglás épület, aminek a helyén a háború előtt állt a Kosztolányieknek a háza, itt ezen a saroktelken. És igazából ami miatt ez egy nagyon érdekes helyszín lehetett a századfordulón, hogy
Azért szerettek idejönni az írók, meg a költők, meg a művész emberek, mert itt nyugalom volt. Ez egy falu volt tulajdonképpen. A középkortól kezdve, ugye a Logodi utca is egy Logod nevű településről kapta a nevét, ami itt a vár alatt futott. Itt, hogyha fölmegyünk ezen az utcán, akkor itt le lehet nézni, és gyakorlatilag én azt néztem, hogy tehát próbáltam itt így föltérképezni, hogy ki hova lát be, mindenki mindenhova belát, hogyha ha magasabban lakik, és hát gyakorlatilag, hogyha itt léteztek emeletes házak, akkor tényleg meg lehetett figyelni, mint egy ilyen terepasztalon, hogy ott játszik Kosztolányi a kutyával. És akkor nyugtázhatta az ember, hogy igen, ott játszik Kosztolányi a kutyájával, aztán meg lehetett figyelni, hogy ott ülnek a kertben a Karintival, aki gyakorlatilag itt ezt második otthonának tekintette itt a Logodi utcát, de megfordult itt a fiatal József Attila is, tehát gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen szellemi művészi központ volt az ő kertjük, és hát ő is úgy tekintett rá, mint egy ilyen édenkertre. Másik, ami miatt nagyon érdekes ez a helyszín, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszünk rá, amikor el kellett olvasni középiskolában az Édesannát, vagy majd el kell olvasni, csak mondom, akkor ott ugye a fő szál, a fő történet mellett kiszokták emelni a magyar tanárok a regénynek a keretét, az elejét meg a végét. Ugye nem tartozik ez szorosan a történethez, de mégis azért nagyon érdekes, és azért szeretném ezt a két kicsit hosszabb részt felolvasni, mert nagyon jól megmutatja annak a milliónek ezt a tényleg ilyen kicsit ilyen vidéki és kicsit ilyen pletykálkodós, falusias hangulatát, ami nem tudom, hogy megmaradt-e a mai Krisztinában, ennek önök jobban a tudói, de én ezt nagyon hangulatos résznek tartom. Az első fejezet az Édesannából azt a címet visel, hogy Kumbéla elrepül. Kumbéla repülőgépen menekült az országból. Délután úgy 5 óra felé a Hungária szállóban székelő szovjet ház körül fölrebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen, és merész kanyarodással a vérmező felé tartott. A gépet maga a népbiztos vezette. Alacsonyan szállt, alig 20 méter magasságban, úgyhogy az arcát is látni lehetett. Sápat volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alantáló polgárokra, és vásott kajánsággal csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek. Zserbókat vitt, amelyekkel teletömte puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drágaköveit, templomi kelyheket, sok más egyéb kincseket. Karjairól vastag aranyláncok lógtak. Az egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült és eltűnt az ég messzességében, le is pottyant a vérmező kellős közepére, és ott egy őszes öreg úr, régi krisztinai polgár, adóhivatalnok a várban, a Szentháromság téren, valami Pac nevezetű, Pac Károly József meg is találta. Legalább a Krisztinában ezt beszélték. Most figyeljük meg ezt a csodálatos építkezést, hogy ahogyan a legendát megpróbálja úgy olyan pontos tényekkel alátámasztani, nekem ez a kedvenc részem, hogy valami tisztes öreg úr, valami Pac nevezetű, Pac Károly József. Én tudom, hogy ki volt az. Na most ugye megint miről van szó, hogy a bukott rendszert, Ez talán azóta is így van, a túlélők azok megpróbálják minél jobban befeketíteni. Zserbókat vitt el a népbiztos, ez annyira proli, nem? Tehát, hogy amikor így a svéd asztalnál így megtömjük a zsebünket rántott hússal, és próbálunk kioldalogni, így távozott a leköszönő rendszernek a vezére, és hát természetesen ugye ezt aláhúzandó név szerint, én nagyon csodálkozom, hogy ennek a Pac Károly Józsefnek a címét nem írta oda pontosan a Kosztolányi, hogy még hitelesebb legyen a történet. No, hát itt vagyunk a 31-es szám előtt, ahol ez megint egy bluff. Tehát megint arról van szó, hogy itt van egy Babits emléktábla, valóban volt itt egy lakásuk, ahogy ott látják 40 és 41 között, tehát az életének az utolsó évében itt laktak a Krisztina városban, az Attila út 133-ban, meg a mai 103-ban volt nekik egy-egy lakásuk, mikor már Babitsnál bőven diagnosztizálták a gégerákot, és kórházban volt, akkor vásárolták meg ezt a lakást. Itt az első emeleten, hát ahogyan leírja a Szabó Lőrinc, aki ugye bejáratos volt hozzájuk, most voltam először az új lakásban, a Logodi utcában, az első emeleten laknak, 3 szoba az utcára néz. Én azt gondolom, hogy ez a középső 3. Megint egy ilyen a dolognak az emberi arcát megmutató tényező,
Ugye itt azt írják, hogy többnyire csak a felesége Török Szofi lakott Babis gyógykezeléseinek idején ebben a lakásban, de ahogy a felesége visszaemlékezéseiből megtudjuk, a könyveihez ragaszkodó költő még a kórházból is hazaszökött, hogy a Logodi utcai költözés után a polcait maga pakolhassa. Ami egy, még egy érdekes apropója, hogy 2008-ban a Babits halálának a 125. évfordulójára akkor kerültek ki az Attila úti lakásokhoz is, meg ide is az emléktábla, és ahol most le fogunk menni, itt a Vérmezőn akkor állították fel egyébként Magyarország egyetlen köztéri Babits Mihály szobrát. Ott egy kicsit érdemes időt tölteni ezen a téren, a Krisztinaváros díszpolgárai Babitstól választott idézetei olvashatók ott ezen az emlékfalon, és... Hát ugye a költőnek egy ilyen egészen érdekes szobor alakja, kalappal, bottal, és ugye mintha éppen mondani készülne valamit, tehát szerintem egy nagyon hatásos szobor készült el 2008-ban. Egy történet erről a családi életükről, ahogyan működhetett a dolog. Ugye ezt tanuljuk is az iskolában, hogy amikor megcsinálják rajta a gégeműtétet, akkor ilyen úgynevezett beszélgető füzetekkel kommunikál, tehát a nyakába akasztott ilyen füzetekkel, ezek meg is vannak, és azt mondja, hogy erre az időszakra, tehát amikor itt laktak ebben a lakásban, erre az időszakra esik az úgynevezett beszélgető füzetek nagy részének keletkezése, amikor a gégerákos költő hangját elveszítve írásban értekezett a környezetével. Többek között latin gyakorolt a lányával, aki bukásra állt a tárgyból. A valahai gimnáziumi tanár Babits lelkesen magyarázta írásban a kiejtést, a nyelvtant, mindent írásban közölt, így is kérdezett, Ildikó pedig szóban válaszolt. A tanulásra, a gyakorlásra átadott lapok alját rajzai, mármint lányának rajzai, kutya, csirke, nyúl, ló, két puputeve, piramis díszítik, jelezve, hogy milyen lelkesedéssel foglalkozott a tizenéves tanítvány ezzel a tantárgyal. Tehát igazából itt csak, hogy a nevük hangozzék el, illetve, hogy mivel foglalkoztak. Itt a Mikó utca 3 szám alatt élte életét, illetve hát a Magyarországon töltött idejét Papp Tibor költő, aki a digitális költészetnek, a digitális irodalomnak az atya nagyon érdekes dolgokkal foglalkozott, ő létrehozott egy úgynevezett disztihon gépet, ami tulajdonképpen egy számítógépes algoritmus segítségével 16 billió, az nem tudom hány nullát kell utána írni, 16 billió féleképpen tud disztihont létrehozni. Most egyet felolvasok, hozzáférhető az interneten, tehát hogyha erre rákeresnek, akkor ez elég szórakoztató tud lenni. Lám, Muja és Szuka is Miskolcon az asszony gondolatát szutykos költekezésbe lepi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Papp Tibor munkássága, ez most tényleg csak egy ilyen bombon volt, de érdemes egy kicsit utána nézni, utána olvasni, mert zseniális az a mód, ahogyan ő a verseit kezelte és írta. Aztán akiről még szó lett volna, hogyha az időjárás nem szól ennyire közben, a másik sarkon élt Vészi Endre költő. Én azt a házi feladatot adnám önöknek, a költészet napja alkalmával olvassanak minél több verset, megéri, ugye a vers az, amit mondani kell, és mivel most itt fejeztük be a sétánkat, ezért nem tudom, hogy lesz-e rá lehetőség, de egy következő alkalommal tovább megyünk majd az Attila úton, és akkor esetleg a jövőre a még fel nem dolgozott, vagy most el nem mondott költőkről, írókról szeretnék néhány szót szólni, nem kihagyva természetesen a Petőfi Sándor gimnáziumot. Köszönöm még egyszer főleg a kitartásukat, és hát további szép napot kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.